Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban már számtalanszor elmondtuk, hogy jó székesfehérvárinak lenni. Ezt most megerősíthetem annál is inkább, mert hogy jó a kultúrában élő székesfehérvárinak lenni, a kultúra iránt érdeklődő székesfehérvárinak is lenni, hiszen nagyon-nagyon sok olyan rendezvényünk van, amelyek azt hiszem, hogy egy kicsit adnak nekünk, többet adnak a hétköznapoknál. Jószerivel minden olyan fellépés, koncert, hangverseny, színházi előadás ünnep számunkra, aminek, ahogy mondtam, ugye nem vagyunk híján, és most is egy ünnepre jöttünk össze, mégpedig a Szent István Művelődési Házban ünnepeltük a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar 30. születésnapját, vendégem pedig Hámori János Kimás, természetesen örülök, hogy itt vagy velünk. Jó estét kívánok. Vezetőként mégpedig, hát erről fogunk beszélgetni, 3 évtized, emberöltönyi távolság és fúvós zenével. Én azt mondom, hogy Székesfehérvár egyébként is a karizmatikus fúvósok világát élte nagyon-nagyon régen is. Hát ez nincs most másként, most sem. Menjünk egy kicsit vissza a múltba. Mi minden kell ahhoz, hogy egy valódi fúvószenekar megalakulhasson? Hiszen én azt mondom, hogy először is kvalitásos zenészek kellenek, elkötelezett zenészek kell hozzá, alázat, szorgalom, és akkor lehet ünnepelni, mint ahogy Cserpakovics András meg a köszöntő beszédében is elmondta a Szent István Művelődési Házban. Igen. A 30 év után ezek így szép szavak, de ahhoz, hogy megalakuljon egy fúvós zenekar, ahhoz alapvetően se kvalitásos muzsikusok, se fellengző dolgok nem kellenek, ahhoz egy ember kell, aki azt mondja, hogy rászánja az idejét, és összeszervez egy fúvós zenekart. Hogyha ehhez még támogatást is kap mondjuk a várostól, mint ahogy 30 évvel ezelőtt és a zeneiskolá, ugye akkor még állami zeneiskolának hívtuk, akkor ez az ember Bíró Zoltán volt, és megalakította a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekart. Kvalitásos zenészek nem nagyon voltak a környéken se, abból építkezett, amiből tudott, mégpedig a zeneiskola növendékeiből. Hogy lesz, hogy épül fel egy zenekar általában, egy fúvós zenekar? Tehát nyilvánvaló, hogy ha arról beszélünk, hogy a Hermanosok, vagy hát állami zeneiskolásokból alakult, akkor azért ott értő füllel és szemmel szemléli a karmester, aki maga is fúvós nyilvánvaló. Hogy lehet összeszedni egy ilyen csapatot? Hát én erre nem emlékszem, mert nem is tudom hány éves voltam akkor, 11. De talán úgy történt, hogy a kollégáitól megkérdezte, hogy melyek azok a növendékek, akik alkalmasak esetleg arra, hogy beüljenek egy ilyen zenekarba, és már kottát olvasván együtt tudjanak muzsikálni a többiekkel. Úgyhogy szerintem megkérdezte a klarinét tanárt, a mélyrezes tanárt, ha talán akkor még nem is volt, akkor még ő volt egyedül a részfúvós tanár, ha jól emlékszem, és csak később került oda, 91-ben, talán Kovács Tamás, Pályer Henrik. Beszéljünk egy kicsit a fúvós zenéről általában. A nemzetközi viszonylatban is azt látjuk, hogy fontos. Ünnepeken mindenütt a fúvós zene ritmust ad a történéseknek, a fúvós zene összegzi mindazt, jókedvre sarkal, bizonyos értelemben fegyelemre szoktat, ne feledjük, hiszen a honvédségnél azért ugye ez az általános, és tehát összegezve népszerű. Mi adja a népszerűséget a fúvós zenének? Most megpróbálok mindegyik kérdésre válaszolni. Az, hogy jelen van, az talán annak köszönhető a legegyszerűbben, hogy mindenfajta segítség nélkül meg tud szólalni. Tehát ha egy ünnepségre odarakunk egy fúvós zenekart, akkor nem kell neki se hangosítás, se semmi, meg fog szólalni, és mindenki hallja, mert a trombitának elég hangos hangja van, és a más részfúvós hangszereknek is természetesen. Hogy mitől népszerű,
a népszerűsége az azért ingadozik. Mégpedig nem tett neki túl jót a elmúlt, mondjuk azt mondom, hogy a televíziózás kora óta eltelt idő, ugyanis a média egyáltalán nem áll a komoly zene, vagy egyáltalán bármilyen zene mellett, inkább a popzene az, amit ugye hallunk, látunk a tévéből, vagy a rádióból. Így módon a fúvós kultúra, vagy egyébként az egyéb rétegzenék, azok, hát ha elnyomva nem is, de megtűrve még mindig szabadon vannak. A népszerűségét nem a médiának köszönheti manapság, hanem inkább annak, hogy a fúvós zenekarok megpróbáltak átalakulni kicsit, és már nem csak az indulókat játsszák, mint 50 évvel ezelőtt, hanem például, hogyha maradjunk a tévénél, tévéfilmeknek, vagy mozifilmeknek a zenéit. Így van, tehát... Vagy akár a mai pop slágereknek a dallamait. Ezt mi megpróbáltuk a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekarral folyamatosan napi renden tartani mai pop slágereket, mai filmzenéket, és hogyha népszerűsége van a fúvós zenének, akkor ebből az irányból tudjuk megtartani a népszerűségét, és a régi, hagyományos fúvós zenével azzal új tábort nem tudunk szerezni. Csak... Nyilvánvaló, ehhez kellenek átiratok, nyilván, tehát a filmzené, de hát a Tenkes kapitányra gondolunk, az örökre bennünk van, mindenkiben. Hát, aki már elmúlt, nem tudom, 30-40 éves, az igen, de a fiatal korosztály nem biztos. Nézzük meg a szerzőket. Vannak-e olyan fúvós zenekari művek, mármint menjünk vissza a múltba, és aztán, hogy érjünk ide ezekbe az időszakokba, ahol most élünk. Milyen olyan népszerű művek vannak, amelyek örökbecsűek, amelyekhez mindig hozzá lehet nyúlni? Hát ezek főleg átiratok. Mégpedig nagyon híres zenéknek az átiratai, nem szeretnék egyet sem most kiemelni a többiek közül, ezek mindig jók. Ha közelüldünk az időbe, és mondjuk vannak olyan szerzők, akik kifejezetten fúvós zenekarra műveket írnak, akkor azok már nem annyira népszerűek, de mi nagyon szeretjük őket, és a koncerten játszottunk például 2 darabot is, aminek a szerzője Hidas Frigyes volt. Igen, ezt említette a riportban. Ott említettük is, igen, ugye Hidas Frigyest innen ismerjük legtöbben a televízióból, mert ahogy el is hangzott, a Szomszédok című teleregénynek, a zenéjének ő volt a szerzője. Tehát elindult azon az úton, amit megérdemel ilyen értelemben. Tehát, hogy a kortárs zeneszerzők is foglalkoznak. Ön Reedet is említettem. Így van, van egy, én csak úgy hívom, hogy az amerikai Hidas Frigyes, Alfred Reed, ők egyébként kísértetiesen hasonló életutat jártak be, majdnem ugyanakkor születtek, és ugyanakkor haltak meg, úgyhogy a munkásságuk is nagyon hasonló. Fúvós zenekarra írtak első sorban, vagy fúvósokra, és tévéhez filmzenéket. Menjünk egy kicsit vissza a fiatalságokhoz, meg a fiatalkorokhoz. Ámori János például hogy választott magának hangszert? Nagyon egyszerű volt a választásom, mert kezdem az elején. Beirattak a Kossuth Lajos általános iskolába, van egy igerhugom, akit fölvettek az énekzenéi osztályba, mert ő hajlandó volt énekelni a Mohai Judit néninek, amikor bejött az óvodába hozzánk, én pedig nem. Bot hangom volt és fülem is, de mivel ikrek vagyunk, fölvettek engem is, és bekerültem én is az énekzenéi osztályba, ahol másodikas korunkba azt mondták, hogy most hangszert kell választani. Üggyel bajjal gondolkodtam, hogy mi legyen, bementünk a zeneiskolába, akkor még a Himmerházba volt a zeneiskola, első ajtó balra, bekopogtunk, és ott volt
prezes oktatás Zoli bácsihoz sikerült bekopogni, és amikor megkérdezték ott, hogy miért a trombitát választottam, akkor csak annyit tudtam hirtelen mondani, hogy azért, mert azon könnyű megtanulni játszani, mert csak 3 billentyű van rajta. Úgyhogy ez semmi más. Volt, az volt az első. Ez ebben a formában nem igaz a 3 billentyűre, hiszen azért, amikor már jön egy bizonyos szint, akkor azt tudjuk, hogy milyen sok színű tud lenni. Mikor derült ki, általában mikor derül ki egy fúvósról, hogy tehetséges? Hát a tehetség az sok felől közelíthető. Nem tudok erre válaszolni. Nem tudok erre válaszolni. Zenélni, megtanulni mindenki meg tud. Mindenki. Tehát bárkinek a kezébe adunk egy hangszert, akkor meg tud rajta tanulni játszani. Az, hogy ebbe mennyire időt fektet, és mennyire szorgalmas, és milyen módszerekkel, milyen gyorsan képes fejlődni rajta, ez embertől emberre változik. Tehát az elhivatottság, elkötelezettség kérdése is? Én azt hiszem, hogy mindenképpen például egy zeneiskolai felvételnél nem az a fontos, legalábbis én számomra, hogyha oda jön egy kisgyermek, hogy bele tud-e fújni a trombitába, vagy nem tud belefújni a trombitába, hanem hogy látszik-e a szemébe az, hogy szeretné tehát ezt csinálni. Tehát a tanárként erre nyilván figyelni kell. Mindenképpen. Mindenképpen. Ha megnézzük a zenekar, az ifjúsági zenekar fejlődését, akkor ez folyamatos volt? Tehát a 30 esztendővel ezelőtt elindult segítséggel. Utána egyre inkább jött a profi szemlélet, hiszen azért kiderült, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Tehát ez folyamatos volt a fejlődés? Gondolok itt elsősorban arra, hogy jelentkeztek gyerekek, kiderült, hogy azok valóban a zenekarhoz illeszkednek? Igen, hát az első évtizedben azt hiszem, hogy mindenképpen fejlődésről beszélhetünk, mert nagyon alacsony szintről indult a dolog, most szakmai szempontokat figyelembe véve. Tehát könnyű volt fejlődni. Aztán 97-re datálható Zoli bácsival talán az egyik legsikeresebb külföldi útunk, Nerpeltben volt a zenekar, Belgiumban, és ott egy nagyon színvonalas versenyen sikerült egy olyan aranyérmet, vagy első helyezést szereznünk, amilyet fúvós zenekar még előtte soha nem kapott meg. Aztán, hogy onnantól fejlődésnek nevezhetjük-e a következő 20 évet, én azt gondolom, hogy hullámvölgyek, hullámhegyek váltakoztak, és... Tehát a legfontosabb a szinten tartás. Én azt gondolom, hogy igen. És még azt mondom, hogy nem is zeneileg értendően. Nyilvánvalóan törekszünk arra, hogy minél magasabb szakmai szintet elérjünk, vagy azt megtartsuk, de nem ez a lényeg. Nekünk egy olyan közösségünk van itt Székesfehérváron, amit inkább a közösséget próbáljuk meg életben tartani, és még jobban egységgé kovácsolni. Meg kell találni az egyensúlyt, hogy ez ne menjen a szakmai színvonal rovására, mert tud. Vagy ha a szakmai színvonalat próbáljuk túlságosan erőltetni, az pedig a közösség rovására. Igen, hát ez nagy kihívás megtalálni ezt az egyensúlyt. Nyilván. Hát örök törekvés, és csak megtalálni nem lehet, törekedni lehet rá. Ugyanakkor a fejlődés tetten érhető abban az értelemben mindenképpen, hogy ugye már vannak fúvós zenekari fesztiválok, hála Istennek Fehérváron, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, tehát ez egy kihívás, aminek meg kell felelni évről évre. És emellett nagy örömünkre, vagy gondolom a zenekar tagjának is nagy örömére, számtalan külföldi meghívás. Mert hogy a fúvós zene, azért mondjuk ki, valóban egyre népszerűbb. Mert hogy élő, tiszta, valóságos. Hogy lehet ezeknek a kihívásoknak megfelelni? Mert nyilván ugyanolyan szintet követel a külföld is. De hogy valaki addig eljusson, és ráadásul mindig új repertoárral menjen, az azért az egy komoly feladat. Igen. Próbáljuk kihozni, amit ki tudunk. Hogy lehet darabokat választani? Hidas Frigyesről és Alfred Reedről már beszéltünk,
de ugye átiratokról is esett szó. Én például most a Szent István Művelődési Házban a Bolerót hallgattuk, hát az fantasztikus volt. Tehát Ravel Bolerót fúvósan hallgatni, az ritkaság azért. Hát ritkaság, mert azért Bolero nem fúvós zenekarra írta, és a műsorválasztás, hát nálunk úgy történik, hogy összeül a művészeti vezetés, ez több emberből áll, és megpróbáljuk kitalálni a következő évadnak a műsorát, vagy legalábbis irányát. Utána pedig megpróbáljuk összeszedni hozzá a kottákat. Az törekvés, hogy minden korosztály képviseltesse magát? A zenekarban? Igen. Mert nézegettem, hogy van szakállas kolléga, mellette pedig egy törékeny ifjú hölgy. Igen, törekvés. Tehát inkább úgy mondom, hogy a törekvés abba az irányba megy, hogy minél jobban fiatalítsuk vissza a zenekart, amennyire csak lehet, ha nem is a 30 évvel ezelőtti állapotra, de semmiképpen ne hagyjuk elöregedni. Ugye arról szó esett, hogy közösség. A közösségteremtő erő a siker egyik oldalról, de jóban rosszban. Egy-egy külföldi út arról is szó esett már, hogy az mindig megerősítést jelent. Azért Magyarországot, illetve Székesfehérvárt képviselni az egy különleges dolog. Mindenképpen jó érzés bárhol játszani. Hogyha az éppen az országhatárokon kívül esik, akkor annak van egy kicsit más érzése az embernek, hogy oda tényleg elviszi a zenét, vagyis hát azt a kultúrát, amit mi képviselünk. És a legutolsó külföldi koncertünk, ha nevezhetem külföldinek, az Erdélyben volt, a gyulafehérvári Székesegyházban volt szerencsénk játszani. Aki volt ott, az tudja, hogy az egy mekkora gyönyörű épület, és ott a bazilikában koncertet adni csodálatos élmény volt. Csodálatos. Igen, hát az érseki palota és a bazilika, a Székesegyház az egy gyönyörűséges nyilván ott. Ugye arról már esett szó, hogy mi történik külföldön, mi történik itthon. Vannak-e olyan megmérettetések, amelyekre külön kell készülni, mert fontosak? Vannak, mi a zenekarunk életében ezek most az elmúlt években elmaradtak. Én azt gondolom, teljesen a szubjektív saját véleményem, hogy zenében versenyezni az ilyen nincs. Tehát nincs. Ilyen nincs. Tehát, hogy ki a jobb, ha azt kérdezik meg egy versenyen, hogy ki hibázott többet, mert ezt mérik. Akkor nem biztos, hogy ez számít. Mert egy zenekar, hogyha értékelni szeretnénk, akkor azt nagyon-nagyon csak vonalak mentén lehet megtenni. És a zsűri nem lát bele abba, hogy abban a közösségben ott milyen munka folyik. Vagy egyáltalán, hogy miért mentünk el erre a versenyre? Milyen kihívásaink voltak magunkkal szemben? A zsűri csak a szakmai szempontok szerint értékeli a zenét. Volt hiba, nem volt hiba. Olyan volt a hangzás, amilyet ők elképzeltek, vagy olyan volt a hangzás, amilyet esetleg az a karmester elképzelt, aki vezeti a zenekart. Kit értékelnek akkor, a karmestert, vagy a zenekart? Én azt gondolom, hogy zenében versenyezni nem lehet. Ennek ellenére nyilvánvalóan vannak zenei versenyek, és senkinek nem mondom, hogy ne induljon el rajta. Én úgy gondolom, hogy... Megértem. Összegezve a beszélgetésünk ezt a részét, jó úton jár az ifjúsági zenekar? Hát ezt döntse el a közönség. Én azt gondolom, hogy az pozitív megerősítést adott a Szent István Művelődési Házban, sőt, hát az előző időszakban valamennyi koncert. És akkor egy tegnapi eseményről is kell, hogy néhány szót váltsunk, hiszen 1979 után, tehát 40 esztendeje volt annak, hogy Vörös Tamás saját zenekarával lépett fel, és tegnap pedig bemutató koncertet tartott a Szabad Művelődés Házában a Vörös Tamás projekt. Egy csoda csapat,
tehát Vörös Tamás, ugye nem, Hámori János, Gottfried Mike, Potesz Balázs, és Horváth János. És Horváth János a billentyűk mögött. Csoda este volt. Kellett már egy ilyen csapat, például Hámori Jánosnak? Mit gondol egy zenész, amikor jön Vörös Tamás, aki, ahogy tetszik, ilyen értelemben, annál is inkább, mivel Bodajkon a hangszínteret megcsinálták, meg azért ismerjük őt, aki, tehát egy zenészikon Székesfehérváron, és azt mondja, hogy na most csinálok magamnak egy zenekart. Mit mond erre a megkeresésre egy zenész, akit invitálnak? Én a Tamást már nagyon régóta ismerem. Mi? Azóta, nem, amióta... Talán amióta trombitálok, azóta így érdeklődöm a könnyű zene felé, és a Tamást már nagyon-nagyon régen megkerestük egyszer, így részfúvósok a zeneiskolából, Gede Laci barátommal, ifjabb Gede László, aki harsonás, hogy valamilyen big bandet hozzunk már össze. Mi 10 évesek voltunk, mert tudtuk, hogy a Tamásnak már volt egyszer régen. Igen. A Videotonnal egy big bandje. És aztán akkor ennek nem lett sajnos eredménye, de később egyszer csak a Tamás azt mondta, hogy alakít egy big bandet a Hangszíntér Művészeti Iskolában, és gyakorlatilag azóta mi együtt zenélünk, ő ott basszusgitározott, és az kiváltképpen nekem jól esett, hogy most ennyi év után felhívott telefonon, hogy csinál újra egy zenekart, és szeretné, hogy trombitáljak benne. Nekem ugyanis az elmúlt évtizedek, azok erősen Budapesthez kötöttek. Nyilvánvalóan ott van azért az embernek a legtöbb munkája, és ott keresi a pénzét. De ez, hogy itt Székesfehérváron létrehozza Tamás egy ilyen zenekart, amiben meghív, hogy trombitáljak, ez mindenképpen nagyon jó érzés volt, és itt is köszönöm. Jó volt körülnézni, mert egy kicsit lehetett nosztalgiázni, ott voltak a régi nagy jazz rajongók, emellett ott volt az a fiatal korosztály, aki a hangszínteresek meg a többiek, akik majd lesznek legendák egyszer csak, úgyhogy jó volt ez. Hát akkor hajrá! Én köszönöm szépen, köszönjük, hogy van Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar, köszönjük a rajtad keresztül Vörös Tamásnak, hogy létrehozta ezt a Vörös Tamás projektet, és hát bizakodóak vagyunk, hogy ezek a formációk öröklétűek. Nincs kétségem benne, hogy így lesz. Reméljük, a mi dolgunk, hogy hallgassunk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Hámori János volt a vendégem, a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar karmestere, művészeti vezetője. 30 esztendős volt a zenekar, további 30 esztendőt kívánunk. Önöknek pedig szép estét, minden jót, viszontlátásra!